Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit július 20-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Szikora Jánossal, a Vörösmarty Színház igazgatójával a teátrum nyári repertoárjáról, majd ellátogatunk a Harmonia Albenzisre, végül pedig egy beszámoló következik egy könyv bemutatóról. Tartsanak velünk! Tisztelettel köszöntöm Szikora Jánost, a Vörösmarty Színház igazgatóját. Nos, hát másfél esztendő után újra nyit a színház. Erre vártunk már hosszú ideje. És azt gondolom, hogy a színház kedvelők itt Székesfehérváron nagy örömmel üdvözlik, hogy helye közel már jön a nyitás. Legalábbis a nyári színházból azt tapasztaljuk, hogy a színészek is nagyon várják, hiszen nagyon sok mindenkivel beszélgettünk. Beszéljünk a nyári színházról, hiszen olyan előadások várnak bennünket a zárt térben, tehát itt a Vörösmarty Színházban, illetve a különböző szabadtéri helyeken, amelyek nagyon fontosak számunkra. Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy mik azok az előadások, amelyeket legjobban kerestek az elmúlt évben. Elég hamar a végére értünk ennek, mert nagyon egyértelmű volt, hogy a Pál utcai fiúkra, vagy akár a Závodszky Nonónak a monodrámájára, vagy a Boeing-Boeingre, vagy a Bormámor szerelemre mindig pillanatok alatt elvitték a jegyet. Azt szerettük volna, hogyha újra megnyílnak a kapuk, ha újra lehet színházba jönni, akkor az emberek elsősorban azokat az előadásokat lássák, amiért egyébként szerettek sorba állni jegyekért, mert nagyon kíváncsiak voltak rá. Kezdjem is a sort talán mindjárt a Pál utcai fiúkkal. A Pál utcai fiúkra azért voltunk nagyon büszkék, mert az egész országban a Vígszínházon kívül sehol nem lehet látni ezt az előadást, csak itt Fehérváron. Tulajdonképpen egy bajunk volt csak, hogy nem tudjuk szétverni a színház falát, és nem tudunk még kétszer vagy háromszor ennyi embert leültetni. Hát ez a problémánk most megoldódik a Gorziumban, hiszen a Gorzium nagy szabadtéri színpadán és az azt körülölelő nézőtéren, ahova több mint 1000 embert le tudunk ültetni, ez a gond megoldódik. A három előadásunk lesz, bízunk benne, hogy az időjárás is így akarja, és a szúnyogok sem fogják elzavarni a nézőket. Arról nem beszélve, hogy Gorziumnak ugye volt egy múltja, volt egy története, bizonyos értelemben színházi emlékek élnek színházlátogatókban Gorziumról, tehát bízunk abban, hogy Gorziummal ismét egy olyan színházi, nyári színházi helyszín kerül fel a palettára, ami idáig hiányzott. Bormámor szerelem. Én azt gondolom, hogy akik már látták, hiszen már szerepelt a műsoron, azok egyetértenek azzal, hogy ez egy fantasztikus darab. Könnyed, nyári, valóságos. Ez így van. A Bormámor szerelemnek van egy titka. A titkot nem tudom, de azt, ami a titoknak az eredménye, azt tudom. Nem tudjuk úgy kiírni ezt a darabot, hogy néhány óra leforgása alatt ne vigyék el a jegyeket. Ezt a darabot egyszerűen az emberek imádják. Hozzáteszem, az is igaz, hogy különös előszeretettel nyáron vesszük elő ezt a produkciót, ami néhány nagyon tehetséges és ambiciózus színésznek a kreatív munkájának az eredménye. Valóban, minden azzal rendelkezik, amit az emberek szeretnek a színházban. Jó kedv, kedvesség, báj, humor, szellemesség, szép zenék, jó színészek. És ez így együtt egy csodálatos nyári este. Tehát minden együtt van ahhoz, hogy az emberek ezt szívesen megnézzék. Mint ahogyan a Boeing-Boeingben is egyrészt megtapasztalhatjuk azt a játékos humorral teli előadást, amit már azért néhányan láthattunk, ugyanakkor ráadásul a klimatizált Vörösmarty Színházban. Tehát ez egy újabb lépcső. Így van, hiszen mindig büszkék vagyunk rá, de sokkal kevesebbet használjuk, mint amit használhatnánk, hogy van egy klimatizált nézőterünk. Sokan irigykednek, mert sok színház nagyon-nagyon boldog lenne, hogyha olyan hűtött nézőtérrel várhatná a közönségét a forró nyári napokon, mint ahogy mi itt a Vörösmartyba. Úgyhogy idén-nyáron azt mondtuk, hogy nyári színház, de ha nyári színház, miért kéne ennek mindenképpen a szabadtéren lenni?
hiszen ha nyári színház, akkor rendben van, akkor nyáron játsszuk, de bizonyos előadásokat, és ilyen például a Boeing, nyugodtan eljátszhatjuk a színpadunkon is. Így, hogy ezt most idén kipróbáljuk, és bízunk benne, hogyha a közönség ugyanolyan kíváncsisággal jön majd erre az előadásra, mint egyébként, hogy szabadtéren lenne, akkor gyakrabban lehet majd beülni erre a hűtött nézőtérre. Závodszky Noémi darabjáról már esett szó, hiszen azt is láttuk. Én Berezky Zoltánnal arról beszélgettem annak idején a bemutatón, hogy ő maga sem hitte volna, hogy egy ilyen csoda születik ebből. Gondok, amiért érdemes élni. Én erről az előadásról először csak nyomokban szereztem tudomást, még javában folytak a próbák, azonban a színház előcsarnokában egyre több kis sárga cédula jelent meg. És úgy fel is tűnt, először nem is foglalkoztam vele, de láttam, hogy ezek a sárga cédulák csak úgy sokasodnak. És akkor megkérdeztem, hogy te Nono, ez micsoda? Mik ezek a sárga cédulák? Hát tudod, ezek azok, amiket a nézők beírnak, hogy mik azok a dolgok, amiért érdemes élni, és amit én felhasználok az előadásomba. Hát ilyet még nem tapasztaltam. És akkor beültem a nézőtérre, tényleg kifejezetten egy olyan előadást választottam, ami azt se tudták, hogy ott vagyok, csak besurrantam, kíváncsi voltam, hogy milyen nézőként részt venni ebben a különleges produkcióban. És hát meg kell, hogy mondjam, engem is nagyon sokszor úgy megszorította a torkomat a sírás. Elérzékenyültem pedig, hát láttam már egy-két dolgot életemben a színpadon, és nem könnyű úgy meghatni engem, de mégis sikerült a Nonónak, illetve nem csak a Nonónak, hanem a közönségnek, mert a Nonó a maga különleges színész pedagógikus képességeivel, meg empatikus emberségével, vagyis most gyorsan elsoroltam mindazt, amiért a Nonót szeretjük, úgy képes megfogni a nézőket, úgy képes animálni őket, hogy egyszer csak a gyanútlanul színházi előadásra jövő nézőből egyszer csak férbeli színész lesz, és emberi sorsok jellemek tárulkoznak fel. Nagy titok ez az előadás, nagy, igazi nagy színházi csemege. Hát ez is azok közé tartozik, hogy nem tudunk belőle eleget játszani. Egyetértek, és ugyanez vonatkozik arra a csapatra, ami megint összejött. Ugye megszokhattuk, hogy nem csak a színházban, hanem a színházon kívül más műfajban is kitárulkoznak a mi színművészeink, és most megint összefogtak, és egy egészen különleges csapat, ott fogunk látni a Bartók Béla színpadon. Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy megismerjük azokat a különleges képességeket, amelyel a zenéhez nyúlnak, és teljesen másként, mint ahogy megszokhattuk. Én mindig tudtam azt, hogy vannak színészeink, akik szabad idejükben zenélnek, meg szeretnek zenélni, de azt, hogy ők ezt együtt ilyen jól csinálják, azt nem tudtam. Megmondom őszintén, hogy biztosan most születik majd egyszer egy olyan gyűjtemény, ahol összegyűjtjük, hogy azért a pandémia mi mindenre volt jó. Borzasztó volt, ugye alig vártuk, hogy túl legyünk rajta, és remélhetőleg majd előbb-utóbb múlt időben beszélhetünk róla, de végül volt egy-két dolog az életünkben, ami a pandémia nélkül nem született volna meg. Például a pandémia nélkül nem születtek volna meg olyan jeles ünnepek köré szerveződő videó üzenetek, mint például a húsvét, az anyák napja, a karácsony, amikor a színház színészei rákényszerültek arra, hogy videó üzenetek formájában legyenek jelen a nézők életében. És egy ilyen videó üzenetnek köszönhető az, hogy színészek elkezdtek énekelni, zenélni, és én ezt hallva fedeztem föl, hogy hát gyerekek, hát nekünk itt bőven van egy színész zenekarra való nagyszerű zenészünk. Azon kívül a Varga Gabi ragyogóan énekel. Hát miért nem álltok össze egy csapattá? És ha összeálltok, miért nem mutatjuk ezt meg a nézőknek? Hát ennek az ötletnek a gyümölcsét láthatják majd mindazok, akik eljönnek a Bartók Béla térre.
és bízom benne, hogy ugyanolyan kellemes meglepetésben lesz részük, mint nekem volt, amikor először hallottam őket. Kiegészítve ugye Andrássy Mátéval, akiről tudjuk a művészkurzon, hogy a stand-upban fantasztikus. Nos, viszont koronázási játékok. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos Székesfehérvár számára, a királyi város legfontosabb ünnepe augusztus 20-a, és most is lesz, csak kicsit másként. Kicsit másként, így van. Most egy különös időutazásra hívjuk majd a közönséget. Egy olyan időutazásra, ahol kicsit visszautazunk az elmúlt évekbe, és ugyancsak a Bartók Béla téren a Városi Televízió által felvett régebbi koronázási játékok, szertartási játékokból esténként levetítünk egyet-egyet a legsikeresebbeket. Nagyon jó, hozzáteszem, nagyon jó minőségben születtek ezek a felvételek, tehát igazi profi minőségben, óriás kivetítőn nézheti majd a közönség, és ez a kis visszatekintés talán egy lélegzetvételnyi, vagy egy szusszanásnyi idő is enged nekünk ahhoz, hogy 2022 nyarára III. András utolsó Árpádházi magyar királyunk megkoronázásával tulajdonképpen erre a 10 éves esemény folyamra is letegyük a zárókövet. De természetesen nem csak ez lesz majd ezen a nyáron koronázás címszó alatt, hiszen a koronázáshoz emblematikusan hozzátartozó óriásbábok, azok soha nem születtek volna meg, ha nincs egy olyan zsenénk, mint Somogyi Győző. Somogyi Győző, képzőművész, látomásai ezek a bábuk. Ő tervezte meg őket. Ő az összes koronázási szertartás játéknak tulajdonképpen látvány szempontból az atya. Független attól, hogy Kovács Ivett, Alida volt a jelmeztervezőnk, de mégis Somogyi Győző és az általa a bábuk külsejében megmutatkozó látványvilág volt az, ami, hogyha az ember ránéz, akkor tudja, hogy ja igen, hát ez a koronázás. Nos, a Somogyi Győzőnek a koronázáshoz fűződő munkáiból lesz egy kiállítás, plusz kiállítás születik abból a legendás bábkészítő táborokból is, vagy azoknak az emlékeiből, amikor néhány évvel ezelőtt még a gyerekek bábkészítő tábor során alkották meg ezeket a bábukat, és aztán van még egy mozzanatunk, hogy minden évben, idestova most már a 3. éve, a Rákóczi Szövetséggel egy nagyszerű kapcsolat eredményeképpen színjátszó tábort szervezünk Fehérvárra, és ezek a gyerekek, akik a határon túlról jönnek, hát tavaly nem olyan sok helyről, mert csak Szlovákiából engedték ide őket, idén azonban a teljes Kárpát-medence diáksága megszólításra kerül. Nos, ezek a gyerekek ide jönnek, a koronázáshoz kapcsolódó műsort fognak elkészíteni, és ezt is bemutatják majd a filmvetítések előtt. Nos, azt hiszem, hogy színes változatos programok várnak a Székesfehérvárra, illetve az ide látogatókra. Még egy rövid gondolatsort azért engedjünk meg a Streamer Színházról, mert azt hiszem, hogy igaz, hogy kényszerűségből, de eljött az a pillanat, hogy remek előadások születtek így módon is. Valóban. Most vagyunk túl, néhány nappal ezelőtt fejeztük be az Ember tragédiája televíziós felvételét, ami valóban egy nagyon jó minőségben készült, és ha visszagondolok azokra az előadásokra, mint például akár a Mikve, ami tényleg egy igazán nagy sikerű produkciónk volt, vagy pedig a legfrissebb bemutatónkra, a Diótörőcskére, az ezekből készült előadások, ezek nagyon-nagyon jó minőségűek lettek, és tényleg valóban egy új műfaj született. Hála, ez is a pandémiának, azért ezt a hálát idézőjelbe tenném, de mégiscsak így van. Köszönöm szépen, és hát azt kívánom a színház rajongók nevében is, hogy történjék minden így, mert éppen eleget szenvedtünk, ahogy tetszik, idézőjelben szintén. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.
Folytatódott a Harmonia Albensis koncertsorozat, amelynek keretében az elmúlt mintegy két évtized során a zeneirodalom legnagyobb szerzőinek darabjai mellett immáron kortárs műveket is hallhat a közönség. Ezúttal orgona muzsika várta a zenebarátokat az evangélikus templomban. A Szent Imre templom adott otthont a Harmonia Albensis, a két évtizedes hagyománnyal bíró templomi hangversenysorozat nyitó koncertjének. A Surzum Korda, emeljétek fel szíveteket esten, az osztrák-német romantikus zene egyik legnagyobb mestere, Anton Bruckner, Elmol miséje, valamint rövid egyház zenei darabjai csendültek fel. Az európai klasszikus zenének a tulajdonképpen, hogyha mennyiségileg nézzük, akkor szinte azt mondhatjuk, hogy a több mint fele egyházi ihletés üzene. Nagyon, nagyon fontos területe volt ez a zeneszerzőknek igazából. Onnantól kezdve, hogy név szerint tartunk számon zeneszerzőket a reneszánsz zenéjétől kezdve egészen napjainkig, és mi nekünk muzsikusoknak ezeket játszani részben anyanyelvünk, másrészt viszont mindig emlékeztetjük magunkat arra az extra töltetle, arra a szakrális értékre, ami ezeket a műveket inspirálta, és ami miatt külön öröm nekünk is ezeket a műveket játszani. Hát ennek tükrében választottak repertoárt erre a négy koncertre. Mit fogunk hallani? A sorozat első koncertje Anton Brucknernek állít emléket, születésének 125. évfordulóján. Az egész este az ő műveiből van felépítve. Ezután egy orgonaestet hallhatunk, majd Virág András Gábor, a budapesti Szent István Bazilikának a nagyszerű orgonistája fog szólóestet adni. Egy Mozart esttel örvendeztet meg bennünket az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Pál Tamás vezényletével, Kertesi Ingrid szólóénekével és Tóka Ágoston szóló orgonajátékával a zenekarral együttműködésben, és a záró esemény pedig az Ewald Reis húvos kvintetnek az estje lesz. A következő időszakban a templomi koncertsorozat után komoly feladat vár az Alba Régia Szimfonikus Zenekarral, hiszen az új művészeti vezetéssel egy olyan új repertoárt kellett kidolgozni, ami továbbra is vonzza a zenekedvelőket. Mit fogunk hallani a következő időszakban? A művészi fókuszunkat a bécsi klasszikára és a korraromantikára fogjuk helyezni a zenekari munkában. Ugyanakkor a kortárs zenének egy válogatott rétegét szeretnénk újdonságként a közönségünk elé tárni, és ebben a hónapban intenzíven jelenlevő egyházzenei törekvések sem fognak elmúlni. Ezek is végig kísérik majd az évadot, és különböző még egyeztetés alatt lévő új műfai ötleteinket is kidolgozzuk a nyár hátra levő részében, és nagy szeretettel várjuk a közönséget a koncertjeinkre. Versenyt tehát a klasszikus egyházzenének szentelték a szimfonikusok, az Ars Oratoria kórus és az Alba Régia Szimfonikus Zenekar fúvós művészeinek előadásában Pad Zoltán Lisztdíjas karnagy vezényletével. Bruckner egy nagyon speciális szerző, szokták mondani, hogy az ő szimfóniái azok a hangszeres misék, és ugyanígy, amikor kórusra ír, annak is van mindig egyfajta ilyen liturgikus jellege, vagy egyházi jellege. Az Émul miséje az egy viszonylag ritkán énekelt, játszott kompozíció, mert hogy fúvós zenekart érinti, és egy 8 szólamú vegyeskart, amely a kórus
letétnek minden elemét bemutatja, tehát nagyon halkan, nagyon hangosan, milyen elképesztő magasságokban is jár, énekel a tenornak, például H-hangja van szopránnak is, tehát egy nagyon sokszínű mise, és borzasztó nehezen megvalósítható mise, és pontosan ezért azt gondoltuk, hogy itt a megfelelő helyszín, és az alkalom, és az együttes, hogy ezt műsorra tudjuk tűzni itt Székesfehérváron. Ides tudom, 3 éve, hogy itt van velünk az Ars Oratoria kórus, bevált az a gondolat, amelynek mentén sikerült ezt megalapítani és továbbvinni? Maximálisan nagyon nagy öröm, hogy a város támogatja ezt az együttest, amely azt gondolom, hogy nem csak itt Magyarországon, de a régióban is, Európában is ritkaság, hogy ilyen repertoárral és ilyen művész igényel tud egy együttes dolgozni, úgyhogy a hátteret azt megkapjuk, és szakmailag megpróbáljuk azt beletenni, amely adatott nekünk, és amelyet itt Fehérváron szeretnénk megmutatni. Ha már a szakmáról beszélünk, mit jelent egy karmester, egy elfogadott zenész számára egy ilyen vezetőváltás, mint ami most történt az Albariger Szimfonikus Zenekar életében? Én abban bízom, hogy azok az alapító elképzelések és ötletek, azok ugyanígy tovább tudnak mozdulni. Ne felejtjük el, hogy az elmúlt években azért nagyjából a Covid időszak volt, és a tervek azok tulajdonképpen vagy a fiókban hevernek, vagy nagyon várnak arra, hogy megvalósítást megvalósulhassanak. Én nagyon bízom abban, hogy úgy, ahogy eddig is Major István igazgató úrral, úgy Ruf Tamás igazgató úrral is nagyszerűen és olajozottal tudunk együttműködni. Én úgy látom, hogy a szándék megvan arra, hogy ezt közösen vigyük tovább, amit elkezdtünk. Következőkben Virág András orgonaművész zeneszerző hangversenyén az Evangélikus templomban mélyülhetnek el a zeneszeretők július 8-án szombaton. A budapesti Szent István Bazilika orgonaművésze ezen az estén az orgona irodalom remek műveit szólaltatja meg. Könyvkészült Demeter Vilmos nyugalmazott tanár, Székesfehérvár díszpolgára, ötszörös magyar bajnok atléta életéről. A könyv ünnepélyes bemutatóján jelen voltak a Demeter családtagjai is. A Visszaemlékezéseim című életrajzkötetből Demeter Vilmos személyében egy olyan embert ismerhetünk meg, aki a történelem viharai ellenére tudott építkezni, célba tudott érni. Aki sportolóként, magánemberként és közösségépítőként is a város emblematikus személyisége volt. Fia, ifjabb Demeter Vilmos is így emlékszik rá. Egy olyan édesapa nevelt fel, aki a sportban, a családban, és mellette ugye a tanításban is egy feledhetetlen időszakot hozott Székesfehérvár életébe. Több mint 40 évet tanított egy iskolába, generációkat nevelt tulajdonképpen fel, és hát ami ugye csodálatra méltó, hogy a tanítványai, a volt sportolói a mai napig csodálattal emlékeznek rá. Milyen apa volt, milyen példakép volt ő az ön számára? Hát ő egy végtelenül türelmes, jóindulatú, egy keresztény értékeket képviselő ember volt, ugye minket már kiskorunkban ugye hittanra járatott, és a személyes példa mutatásával próbált minket is ebbe az irányba irányítani. Gondolom egy komoly alapot is adott a családnak, hiszen sportolók nevelődtek ki, tanárok vitték tovább az ő hivatását is. Igen, jó magam is ugye az ő pályáját folytattam, szintén testnevelő tanár lettem. Ami ugye abban az időszakban egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt, ugye, hogy 7 gyereket felnevelni, és a 7 gyerek közül ugye jóformán majdnem mindenki diplomával végzett. Hát ez ugye egy óriási nagy megterelés volt számára is, édesanyánk számára is, de
mindig tartotta bennünk a lelket, és hát mindig próbált bennünket erkölcsileg olyan irányba terelni, ami minket is utána a későbbiek folyamán elismerésre fog majd övezni. A kötet nem csak Székesfehérvár története, hanem minden egyes olyan emberi, aki több ember ölten át megtett mindent azért, hogy a családja boldoguljon, hogy a környezete a saját választott hivatásában elfogadja őt, hogy a hivatását a lehető legmagasabb szinten művelje, hangsúlyozta Cserpakovics András a könyvbemutatón. Kordokumentum, hiszen egy történelmi személyiségről, nyugodtan mondhatjuk, hogy városunk egyik tízpolgárának életéről szól, de hát ezen keresztül a város történetéről is szól, a mi kedves iskolánkról is szól, annak a mindennapjairól, a város más intézményeiről is szól. A most megjelent könyv hosszas kutatómunkának, a Demeter család emlékeinek egybegyűjtésének és egy különleges hanganyag feldolgozásának eredménye. Vili bácsi ugyanis Ciszterci Kolostorban élő lányának Magnóra mondta emlékeit. Sejtések formájában tudtam volna megfogalmazni. Az eseményen Kerkai Rita, a Vörös Marti Színház színművésze olvasta fel a Demeter Magdolna által írt előszót. Ezt követően kerekasztal beszélgetés következett Vili bácsi fia, ifjabb Demeter Vilmos és unokája Cribus József közreműködésével. A beszélgetést a kötet szerkesztője Vakler Lajos vezette. Ez egy olyan kötet, amely kortörténeti dokumentum, pártállástól fiatalnak, idősnek ajánlom, ha szeretné tudni Székesfehérvár történetét kicsit másként. Számomra és a munkatársaim számára is óriási megtiszteltetés, hogy kézbe vehettük, megszerkeszthettük, és elmélyülhettünk benne, hiszen Demeter Vili bácsi életútja példa arra, hogy miként lehet hittel továbbvinni mindazt, amit ő maga a családjától megtanult, miként lehet azt továbbadni, mi mindent kell tenni azért a szürke hétköznapokon, hogy azért legyenek ünnepeink is. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az a több mint 90 esztendő, amit ő élt, ez bizonyíték rá, és ebben a könyvben minden szerepel, ami az elmúlt időszakban Magyarországon történt a 20. században. Ezt a 90 évet, ezt te szerkesztetted könyvbe, az nyilván hatással van a magára, a szerzőre, a szerkesztőre is. Egyértelmű, hiszen azt hozzá kell tennem, hogy Vili bácsi nekem már régi ismerősöm volt, és én átélhettem azokat a legendákat, amelyet a kortársa, illetve a tanítványai elmondtak róla. És 2009-ben, amikor a Századnyi Élet címmel írtam egy sorozatot a Fehérvár Heti Lapba, akkor is abban is sokkal, de sokkal több volt. De az lehetetlen, mert hogy ahhoz már egy ilyen kötet kell, hogy a Vili bácsi teljes életét, és ne csak kivonatosan, de megmutassuk, de hitelesen, természetesen. A könyv a Líra könyvesboltban lesz megvásárolható, a könyvbemutató pedig a Város YouTube csatornáján visszanézhető. És nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!